Üdv mindenkinek, Necrocrim vagyok, és jöjjön Call of Duty Ghost, azon belül a Cranked című játék mód. Na igen, ettől borultam ki a játékkal, amit eltetjük, shotgunnal játszom a Freefall nevű pályán, ami egyelőre csak azoknak van meg, akik előrendelték a Ghostot, és jön a Ghostnak egy megintes aprócska hibája, a Freefall nevű pálya csak a Mospitben érhető el, ahol hát eddig Blitzel és Crankdel találkoztam többségében játékmódokkal, de mi is ez a Cranked? Gyakorlatilag fog meg, öld le a tagot, elindul egy félperces visszaszámláló, az alatt újra ölnöd kell, vagy felrobbansz. De hogyha ölsz, akkor kapsz különböző gyorsító perkeket, hogy úgy mondjam, amik elméletileg segítenék azt, hogy jobban játsz. De lehet, hogy én vagyok már öreg ehhez a játékstílushoz, mert engem kiborított fél másodperc alatt, de a gyorsító perkek szerintem csak hátrány, szóval hozzászoksz egy tempóhoz, és egyre gyorsabb lesz, és akkor fogsz meghűlni, mert már nem tudod követni a tempót. Így hát aztán mit is gondolok én erről a játékról? Igazából, őszintén szólva, ez egy TDM, ez is csak egy TDM. Ezen a pályán pörgős, ezt ne tévesszem meg, de a többi pályán igazából normális TDM tempóban is lehet játszani. Ahogy tapasztaltam, kétféleképpen lehet játszani ezt a játékot. Hogyha sotival vagytok úgy, mint most én, amúgy el kell mondjam, a sotik igen erősek, még ez az félautomata shotgun is igen erős, egy golyóval öl közelről, kettő-hárommal egy ilyen középtávról, úgyhogy elég jó eddig a shotgun, ez eddig nekem nagyon tetszett. Szóval, érdekes az újratöltés is. Szóval, Cranked kétféleképpen is lehet játszani. Az egyik az, hogy rássössz, mint a hülye én itt, megpróbálod ki megcsinálni az egészet reflexből, kicsit nehezebb, bár láttam olyan ismerősömet, aki elég jól tolta. A másik pedig bízol abban, hogy, és ez a kevésbé rássolós, tehát szóljon az meg csak az öreg fiúknak, kevésbé rásoloz módszer, bízol abban, hogy a Call of Duty az a játék, ahol 3-4 másodpercenként, legalábbis a Ghostban, ahogy néztem, ilyen 3-4 másodpercenként beleütközöl valakibe. Szóval, magyarul megtalálnak téged, nem te kell keresd őket, így aztán, ha minden jól megy időben, fogsz tudni hozni még egy killt. Játszottam egy pályán, ahol ezt így tesznek, kivetettem alá, és beválik, szóval van három, tehát ez nagyobb pálya volt, mint a Freefall, vannak nagyobb pályákon, kivárod türelmesebben, akkor se izgulj, hogyha már 10 másodpercnél jár a számláló, meg fognak találni, főleg ha campelni kezdesz, vagy kicsit lassabban, akkor megjegyzik merre vagy, és jönnek rád automatikusan, szóval a Crankedet így is lehet játszani. Hogy egy kicsit te várod meg, hogy megtaláljanak, mert egyrészt akinek szokatlan az, hogy csak gyorsul a játék, akkor annak a kivárósabb része az, hogy nyugodtan várd ki, mert 3-4 másodpercben úgyis rád találnak. De amúgy azt hiszem, ez nem lesz az én játékmódom, ez nem hogy túl pörgős, de TDM. Szóval valahogy már nem tud annyira megfogni. Megvan a maga izgalma, amikor már 10 másodpercnél jár az óra. De köszönöm a figyelmeteket, remélem élveztétek a rövid játékot. Ilyen rövidek a játékok amúgy, úgyhogy valószínűleg csak akkor látok belőle ilyet, hogyha nagyon szeretnék közölni gyorsan valamit. De mondom, reflex játék, aki ügyes reflexekkel rendelkezik, az mehet. Csinálhatja, amúgy meg... Amúgy meg ki lehet azt a kivárósat is játszani, szóval no para. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!